Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és ma a nehézségekről lesz szó. Az első lépések, kudarcai és sikerei. Mutass nekem olyan sikeres embert, akinek nem voltak kudarcok az életében. Várok! Elég idő volt? Na ugye, hogy nincsen? De most fordítsuk meg a dolgot. Mutass nekem olyan sikertelen embert, akinek nincsen kudarca. Hát ilyenből viszont Dunát lehetne rekeszteni, ugyanis kismillió van. Na, ezekről fogunk beszélni, kezdjük el! Nem az a kérdés, hogy hányszor buksz el, hanem hogy egyel többször állj fel. Volt már kudarcod? Helyes. Minél többet kívánok neked. A legtöbb embernél ugyanis már előrébb jársz, hogyha voltak kudarcaid, hiszen az azt jelenti, hogy megpróbáltad. Az előző vlogomban elmondtam egy statisztikát, ami arról szólt, hogy hányszor próbálják meg az emberek, mielőtt feladják az álmaikat. Hogyha nem láttad, akkor nézd meg, és abban megtalálod a választ. Az első lépéseknél az egyik legfontosabb kérdés, hogy miként lehet kitűnni a tömegből. Lelövöm a poént, nincs rá tuti recept, egyszerűen le kell tesztelni, ennyi, pont. Ha valóban ismered a célcsoportod, akkor azt is tudod, hogy merre mozognak. Ez alatt azt értem, hogy tudod, hogy milyen médiumokat fogyasztanak, milyen közösségi hálókon vannak, mi érdekli őket, mik azok a tartalmak, amiket szeretnek, és ezáltal már azt is tudod reméltek, hogy milyen hangnemben érdemes velük kommunikálnod. Vagy ha nem, akkor ugye le tudod tesztelni. Érdemes minél kevesebb csatornát választani, de nem egyet, és azokon a csatornákon viszont minél több üzenetet letesztelni. Ezt hívják lényegében AB-tesztnek. Ha nem tudod, mi az, akkor Google it. Lényegében annyi, hogy mondjuk ha Facebookon hirdetsz, akkor kiválasztasz egy célcsoportot, de nem egy hirdetést csinálsz nekik, hanem mondjuk ötöt, különböző képpel, különböző szövegekkel. Tim Ferriss, az egyik kedvenc amúgy New York Times bestseller írom, aki a 4 órás munkahetet írta, pontosan egy ilyen trükkel futtatta be a könyvét. Ő utálja ezt a címet, nem is ehhez volt kedve, hogy adja, viszont volt mondjuk egy top 5, ez volt az egyik, és annyit csinált igazából, hogy kiválasztotta azt, amire a legtöbben klikkelnek. Ez az első lépés igazából, hogy nem is kell, sőt nem is szabad nagy összeget elkölteni egy bizonyos Facebook hirdetésre, hanem mondjuk csak 10-20-50 dollárt elköltesz különböző tesztekre, és amikre a legtöbben klikkelnek, avval kell menni. Na most, hogyha ezt már megtaláltuk, akkor jön a második lépés, hogy hogyan skálázhatjuk fel. Tehát igenis allokáljunk rá büdzsét, mert ha minél több embert tudunk eladni, most átmegyek az Andrásin amúgy, szóval, hogyha minél több embert érünk el, minél több terméket tudunk eladni, ugye akkor fog nekünk a termékünk, a projektünk is működni. És most fogom csinálni a második interjút, szóval Zsófival most sem a második interjút a KNTH Üzletet Ide programba, úgyhogy menjünk is be, és utána folytatom a méréssel. Zsófi már itt is van, mindjárt kezdjük a beszélgetést. Sőt, te táskáidat rendezgeted, ugye? Nézzétek meg, milyen szép muti. De a beszélgetés meg ebben sem a vlogban a táskák gyönyörűségéről lesz szó, hanem néhány tippet arról kaphattok, hogy az első lépéseknek milyen nehézségei és sikerei vannak. Most csináljuk meg a beszélgetést. Most fejeztük be a beszélgetés felvételét Zsófival, majd azt is nézzétek meg, ha még nem tettétek, és most haladok is tovább, hogy haladjunk a vloggal. Ciao. Sziasztok! Szóval mérés és adatok. Ma a digitális világban szinte minden adat a rendelkezésünkre áll. Meg tudjuk nézni, hányan kattintottak a hirdetésünkre, hányan jártak a weboldalunkon, ha mondjuk webshopunk van, akkor mennyi terméket raktak be a kosárba, és így tovább. És ugyanúgy offline is meg lehet nézni például, hogy Zsófi esetében mennyi táska van kiállítva, hány vevő jön be, mennyi vásárlása van, és ezeket az adatokat használjuk arra, hogy visszajelzéseket kapjunk. A visszajelzések alatt azt értem ez alatt, hogy találjuk meg a megfelelő mérőszámokat, hiszen ha tudjuk, hogy mit figyeljünk, akkor megfelelő információkat fogunk kapni ahhoz, hogy mit kell finomítanunk még a következőkben. Na, a mérésről még nagyon sokat lehetne beszélni, alapvetően azt az egyet tanácsolom nektek, egy olyan valakitől, aki amúgy utálja a matekot, kivéve amikor igen,
hogy igenis foglalkozzatok vele, vagy találjatok olyan partnert, aki tud ebbe segíteni, és találjátok meg a saját KPI-jaitokat, a saját legfontosabb mérőszámaitokat. És most, hogyha már megvannak az adatok, akkor a következő, amiről kéne beszélnünk, az a reklám, hogy mitől is jó egy reklám. Szóval mitől jó egy reklám? A kedvenc válaszom, hogy attól függ. Azért a kedvenc válaszom, mert valóban attól függ, hogy mit szeretnél. Ez lehet márkaismertség, ez lehet például, hogy mennyit szeretnél eladni, tehát a sales tevékenységed, esetleg valamilyen kiegészítő kommunikáció, és mindig ehhez mérten kell meghatároznod, hogy mi az, ami neked működni fog. Amúgy erről beszéltem ennek az első részében, és hogyha nem láttad, akkor nézd meg. Most pedig hozok nektek néhány példát, amivel szerintem nagyon jól lehet megmutatni, hogy nem feltétlenül kell nagy büdzsé a reklámhoz, hanem egy kis kreativitás, de azt is le fogom lőni, hogy mi az a három eleme, amiből ez össze tud jönni. De nézzük a példákat. Az első példa Finnországból van egy konferencia november vége körül, amikor ott már nagyon hideg van, és az van kérve, hogy semmilyen éppelméjű ember nem megy Finnországba ebben az időben, kivéve te nagyon király vagy. Egy ilyen kis poénnal már meg lehetett fűzni az embereket. Ez a következő egy bornak ugye a címkéje, és az van ráírva, hogy itt nagyon értékes szőlők, nagyon komoly eljárással készültek, és áldozták életüket annak, hogy most ezt a bort ihasd, úgyhogy semmiféleképpen ne használd arra, hogy nagyon csúnyán lerészekedjél, vagy pedig pont ilyen állapotba felhívd az exedet, vagy pedig részeg SMS-eket és Facebook üzeneteket küldözgessél neki. Ha már itt ilyen járókelők vannak, meg minden, legyen egy közlekedési példa. Itt egy vasútállomáson vagyunk, ahol értelemszerűen a piros vonaltól már nem szabad tovább menni, ezt szokták ugye leírni tájékoztató jelleggel. Ezen a táblán az áll, hogy ettől a ponttól csak vonatok közlekedhetnek. Ha ezt el tudod olvasni, te nem vagy vonat, úgyhogy ne menj tovább. Szóval mi a jó reklámnak a három eleme? Humor, érzelmek, meghökkentés. Hogyha ezeket jól kombinálod, vagy egyet is eltalálsz, mint ahogy látod a példákban, akkor igazából már mehetünk a következő lépésre, ami az, hogyha már megvan a jó reklám, akkor azt milyen csatornákon és hogy helyezzük el. Hallottatok már olyan kifejezésekről, hogy 360-as kommunikáció, integrált marketing, vagy omnichannel? Ezek mind ilyen szakmai babla dolgok, nem is fontos mindegyiket úgy érteni, hogy mi a különbség, viszont egy a szabály, hogy sosem csak egy csatornán szabad kommunikálni, hanem különböző felületekre érdemes elhelyezni ugyanazt az üzenetet, és akkor így mindig a megfelelő időben és a megfelelő tudatállapotban tudjuk elérni a mi célcsoportunkat. Mindjárt meg is mutatom, hogy ez alatt mit értek. Alapvetően megkülönböztetünk ATL, azaz Above the Line, és BTL, Below the Line irányok. Az ATL a nagy médiumok, TV, újság, rádió, óriás plakát, a BTL, meg minden, ami mondjuk kreatívabb, meg a digitálisnak is egy részét ezt értik ez alatt. Tehát ha kitanunk mondjuk valamilyen jó tartalommarketinget, vagy hirdetünk Facebookon, és hogyha már a tartalom készítésről beszélünk, ott azt is érdemes eldönteni, hogy mi magunk fogunk kommunikálni, vagy pedig felfogadunk egy ügynökséget, akár a tartalomgyártására, vagy a Facebook hirdetésekre, hogyha úgy érezzük, hogy mi nekünk ehhez nincs is nagyon kedvünk, és nem is értünk annyira hozzá, akkor érdemes szakemberhez fordulni, és szerencsére ma már tényleg az van, hogy a legalapabb büdzsétől a brutál nagy összegekig is meg lehet találni azokat a szakembereket, akik az adott szinten értenek is hozzá. Könnyen kiválaszthatjuk a megfelelő eszközöket, hogyha ismerjük a piacunkat, és tudjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Az én personal brandem esetében a kommunikációm az főként videó és képi alapú. Ezért is választottam olyan platformokat, amik ezeknek megfelelnek, hogyha ezt a videót nézed, akkor nagy valószínűséggel YouTube-on találkoztunk, illetve még Instagramra posztolok képeket. Úgy érzem, hogy ennek a kettőnek a mixe a legmegfelelőbb, hogy olyan módon tudjak információkat átadni a célcsoportomnak, ahogy az nekik jó. Persze ez nem azt jelenti, hogy itt már meg is állok, ugyanis minden videós tartalmamból csinálok cikkeket is, és ezeket az írott verziókat felrakom a saját blogomra is, de igyekszek vendégszerzőként együttműködni olyan online, meg offline médiumokkal is, ahol úgy gondolom, hogy találkozhatok a célcsoportommal. És apropó találkozás, még beszélnünk kell az influencerekről, celebekről, hírességekről is. Ezeket hívja a szakma kollaboráció.
kollaborációnak. Tehát valamilyen olyan ismert szakember vagy hírességgel együtt működni, ami nagyon fontos, hogy mind a kettőnknek win-win szituáció legyen. Hogyha két ugyanakkor a csatornáról van szó, mondjuk 100 000 csatornákról, akkor ugye tök egyszerű, mert mind a kettő megcsinál valamilyen tartalmat, feltölti a saját csatornájára, és ezzel erősítik egymást. Az érdekesség ott jön be, amikor mondjuk egy olyan eltérés van, hogy én, akinek csak pár ezer feliratkozója van, szeretne egy 100 000-es csatornával vagy egy nagy hírességgel együtt működni. Ebbe a trükk, amire én rájöttem eddig, és egyáltalán nem vagyok ebben olyan profi, az, hogy értéket kell adni. Tehát tényleg win-winre menni. Ne azért segítsen neked más, mert neked ettől jó lesz, hanem nézd meg azt, hogy a másik mi az, amiben, nézd meg azt, hogy a másik hogy tud ebből profitálni. Mi az, amit neki te tudsz adni. Ilyen lehet például a tartalomgyártás, vagy hogyha egy olyan szemszögből tudja saját magát megmutatni, amiből eddig nem tudod, de a te csatornádon vagy a te tartalmad által igenis erre lehetősége nyílik. Én ezért csinálom a villámkérdések interjúsorozatomat, ahol például Majka, Istenes Bence, vagy szakmai oldalról Gerendai Károly, Beck, György, Oszkó, Péterrel. Én mindig ugyanazokat a fix kérdéseket teszem fel, és érdekes látni, hogy teljesen más háttérrel rendelkező, viszont sikeres emberek milyen válaszokat adnak rá. És hogyha már itt említettem néhány tévés embert, akkor saját brendem esetében azt is érdemes elmondanom, hogy szeretnék közéleti szerepet is vállalni, ezért szoktam konferenciákon előadni, sőt most már moderációval vagy műsorvezetéssel is próbálkozom, és keresem azokat a lehetőségeket, ahol mondjuk tévéműsorokban, reggeli műsorokban, valamilyen témában, ahol én releváns vagyok és érték az, amit mondok, be tudok menni és megjelenek. Trükk nincs, csak csinálni kell csinálni, és itt szeretnék beszélni egy ilyen nagyon, nagyon idegesítő dologról. Ugyanis képzeljétek... Na és itt kell, hogy megállítsam most ezt a dolgot, ugyanis nagyon hosszú lenne ez a vlog, és nagyon durva, amit el szeretnék mesélni. A legdurvább megbízásom, az eddigi másfél éves vlogom karriernek a legnagyobb bukása, de ezt jövő héten fogom elmesélni. Úgyhogy, ha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, és a csengőre is nyomj rá, mert egy hét múlva jön az, ahol kitálalok mindent. Ha pedig ugye itt vagy, végignézted, nagyon szépen köszönöm. Menj át Instagramra, ott is kövess, indítsunk el egy beszélgetést, ugye el szoktam mondani, remélem páran kommenteltek is. Köszönöm szépen, hogy néztetek, jövő héten találkozzunk. Sziasztok!